Legkevesebb 10 meghaltak, 40-en pedig megsebesültek, amikor felrobbant egy csepp folyósított gázszállító tartálykocsi a dél-afrikai Johannesburg közelében. A tartály tetejét végighorzsolta egy alacsonyan fekvő felüljáró, így a fémfal megsérült, és a keletkező szikrák belobbantották a gyúlékony folyadékot. A teherautó éppen abba a közeli Tambo Memorial Kórházba vitte az üzemanyagot, ahová később a sérülteket szállították. A robbanás akkora volt, hogy az egészségügyi intézmény egyik szárnya is megrongálódott.